Üdvözlöm Önöket, a Sport TV Ékora magazinját, a Pakkot látják. A mai adásban én fogom kalauzolni Önöket. Először is tekintsük meg a képes ajánlónkat. I don't know, it's hard to say about myself, but at least I try to play for the team. Nehéz arról beszélnem, hogy játékosként mi az erősségem. Talán azt emelném ki, hogy hajtok a csapatért. Igyekszem mindent megtenni a siker érdekében. Szeretnék nagy válogatott kapus lenni, mert a kedvenc kapusom a Budai Krisztián. Nagyon nagy megtiszteltetés volt annak idején a Boróczi Gabi bácsival együtt dolgozni. Szeles Dezsővel, meg az akkori nagyon nagy ászokkal. Minden ilyen rendezvény. Jó, örülök, hogy a Red Bull egy ilyet kitalált. Remélem a jövőben is ehhez hasonló, vagy még nagyobb volumenű dolgot meg tudnak majd valósítani. A Vasas egy fantasztikus játékost igazolt a magyar bajnokságra. Egy finn világbajnok hátvéd, Markó Kirbuszov érkezett a Jégpalotába a múlt héten. Markó Kirbuszov személyében 198-szoros finn válogatott hátvédet igazolt a Vasas. A 39 éves bek tagja volt annak a legendás csapatnak, amely 1995-ben megnyerte Finnország első és eddigi egyetlen világbajnoki címét. Egy évvel korábban olimpiai bronzérmes lett Kirbuszov, aki pályafutása során két szezont töltött az NHL-ben. A Montreal Canadiensben és a New York Islandersben összesen 51 mérkőzést játszott a világ legjobb bajnokságában. Markó az évtizede az NHL-ben védő Mika Kirbuszov bátyja. Múlt héten érkezett Budapestre, a harmadik edzése után beszélgettünk vele. I was very tired about hockey. It was, I had played like 20 years as a professional hockey. 20 év kemény profi sportolás után kicsit elfáradtam. Elegem lett a hockeyból, ezért döntöttem úgy, hogy abba hagyom. Aztán nyáron elkezdett hiányozni, egyre többet jártam leedzeni, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ismét játszom, a helyemen vagyok megint. Nemrég jött Markó Makinentől egy telefonhívás, hogy lenne egy lehetőség, ha komoly szinten akarok játszani. Gondolkodtam egy kicsit, aztán arra jutottam, miért is ne. Így kerültem a Vasashoz. Markóval gyermekkorunk óta ismerjük egymást, egy városban élünk, a junior csapatban együtt játszottunk. A magyar hokiról nem sokat tudtam. Azt hallottam, hogy pár éve megverték a finn válogatottat. Meg is lepődtem ezen akkor. They beat Finland couple of years ago, 2-1 or something. That was the only thing I heard. Szépen járatják körbe a porongot, a finnek szupervéd, megint gyönyörűen bent. Fodor, kint a porong, az lenne, hogyha a finnek visszavinnék, de magyar támadás is lehet belőle, akár bizony, sőt, gól lehet. Jöhetnek a plüssek! Szokott bárki ellen megcsinálja, és védek ellen ezt belőtte a hirtelen halálba, most még védett egyet bárki, de jött a túloldalon Kovács, Kicsó nélkül, de így kell bevágni. I don't know, it's hard to say about myself, but at least I try to play for the team. Nehéz arról beszélnem, hogy játékosként mi az erősségem. Talán azt emelném ki, hogy hajtok a csapatért. Igyekszem mindent megtenni a siker érdekében. Nem szoktam sok kiállítást kapni, ezért egyszer meg is kaptam a Gentleman of the Year elismerést Finnországban. Igyekszem minél kevesebbet szabálytalankodni, a fair play-t szeretem. Imádok játszani. Sajnálom azt az időt, amit a büntetőpadon kell tölteni. Sokkal jobb játékban lenni. Penalty box, it's much more fun to play than sit there.
Nehéz kiemelnem bárkit is abból a sok remek játékosból, akikkel a karrierem során együtt játszottam. Nem is igazán fair, de talán a testvérem és a most Anaheimben játszó Saku Koivu voltak a legmeghatározóbbak. De tényleg nagyon sok mindenkit felsorolhatnék. Az első benyomásaim nagyon jók a Vasasról. Két napja érkeztem, de a fogadtatás és a csapattársak kedvessége jól esik, a pálya is szép. Eddig 3 edzésem volt, de jó érzéseim vannak a csapattal kapcsolatban. I got a good feeling about today. Nem, 50-kor még lövöldöztem. Bajnokok vagyunk, mint 95-es Stockholmban. A fintes véreim mikor úsztak, ha már morban. Fogja te is egy gyomorult gyerepőt, vagy tudát? Kapjál fel egy zászlót, és tóld ide a prúgát! So I love Finnish ice hockey. You're one of my biggest favorites. Thank you for coming. I was like maybe 6 or 7 years old when I. 6-7 éves lehettem, amikor elkezdtem a TPS Turkuban jégkorongozni. Emlékszem, egy évig csak korcsolyázni tanítottak. Aztán kezdtünk el csapatban hokizni. A következő 15 évet ugyanannál a csapatnál töltöttem, onnan igazoltam Montrealba. Az igazán komoly munkát talán 15 évesen kezdtük az utánpótlás válogatottban. Napi 2 edzésünk volt, 5 óra naponta. Persze a játék öröme mindig nagyon fontos, anélkül nem hoki a hoki. De az megvan a kemény munka mellett is. Ha nem akarsz mindig és egyre többet elérni és dolgozni, akkor nincs esélyed a tovább lépésre. Ahhoz, hogy nemzeti válogatottban szerepeljen az ember, hogy profi szerződést kapjon, nem elég csak a meccsnapot komolyan venni. Nem lehet félgőzzel, vagy csak minden másnap komolyan venni az edzéseket. Csinálni kell egyfolytában, másképp nincs értelme. A családom már hozzászokott ahhoz, hogy mindig máshol vagyok. Ez a mostani 2 hónap nem számít hosszú időnek, addig nélkülözni tudnak, a vállalkozásomban is helyettesítenek. 3 hobbim van, a jégkorong, a lovak és a horgászat. Van egy lovardám, ahol 20 lovat tartok, nagyon szeretem az állataimat. Hogy mi lesz akkor, amikor végleg abba hagyom a hokit? Tényleg nem tudom még. Azt hittem, menni fog nélküle. Meg is próbáltam, de 30 évig ez volt az életem, és annyira hiányzott, hogy újra itt vagyok. Talán egyszer majd gyerekekkel is foglalkozom, az edzősködés is érdekel. Egy biztos, a jégpálya közelében kell maradnom, mert bebizonyosodott, hogy nem tudok enélkül élni. A jégpalota nézői előtt vasárnap mutatkozott Demarco Kiprusov. A Vasas a Miskolcot fogadta a bajnokságban. Rögzítettük, hogyan mozog egy finn világbajnok magyar jégen. Csak akkor lehet jó és eredményes egy csapat, ha a kapus a megbízható teljesítményre képes. Most megmutatjuk, hogy hogyan képzik a kapuban álló fiatalokat. Lassan egy éve zajlik csapatoktól független, tematikus kapusképzés Budapesten a fiatalok számára. A Magyar Jégkorong Szövetség az utánpótlással foglalkozó legjobb budapesti kapusedzőkkel közösen hetente másfél órás jeges tréninget szervezett. Csütörtök esténként a millenáris sátra alatt 2 tucat 10 és 20 év közötti kapusnak tartanak életkoruknak megfelelő speciális edzést, kis csoportokra bontva. A munka nagyon komolyan zajlik, ennek köszönhetően az érdeklődés egyre nagyobb. Minden korosztályba jönnek hozzánk a kapusok, egészen a mini korosztálytól a junior korosztályig, sőt felnőtt kapusunk is van, a Hajek Márk is néha leszokott járni hozzánk edzésre. Teljesen koedukált a képzés, vannak lányok is és fiúk is. 3 volt kapustársammal csináljuk a kapusiskolát. A legidősebb Váradi Csaba, vagy Nagy Attila a Zöldi, aki az Újpest és a Pólus Pingvének a kapusedzője, illetve Őrsi Bence, aki most ért vissza a jégkorong életbe, és idén, amikor mondtam neki, hogy kezdődik ez a kapusiskola, akkor rögtön igen mondott és vállalta a munkát ő is. Yeah.
szeretek ide járni, mert nagyon sokat fejlődünk, és szeretem az itteni edzőket, mert kedvesek, sokat tanulok tőlük, és szeretnék nagy válogatott kapus lenni, mert a kedvenc kapusom a Budai Krisztián. Alapvető dolgokat tanítjuk a gyerekeknek, korcsolyázás technikába, illetve védésekbe. Nagyon fontos ezeknek az alapoknak az elsajátítása, mert csak erre tudunk majd a későbbiek folyamán építkezni. Az edzéseink is úgy állnak össze, hogy egymásra épülnek, tehát az egyik edzés követi a másikat. A gyerekeknek mindig hangsúlyozzuk, hogy ha vége van egy edzésnek, akkor ezeket a gyakorlatokat otthon, az egyesületükbe ugyanúgy gyakorolják, és próbálják jobban elmélyíteni, hogy a következő edzésen akkor tudjunk erre építkezni. Igazából úgy kezdtem, hogy játékos voltam. Azért lettem kapus, mert nagyon tetszett a kapusoknak a szerelése. Szeretem ezeket az edzéseket, mert más jellegű munkákat végez, mint az egyesületben. A kapusok mások, szokták mondani, de a kapus szülőkre sem ugyanaz a feladat hárul, mint a mezőnyjátékosok családtagjaira. Egy-egy kapus felszerelés mindennel együtt 20-30 kg közötti, mérete és súlya miatt sem igen lehet vele tömegközlekedéssel utazni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés a szövetség részéről. Én úgy gondolom, hogy pláne az, hogy minden egyesületből a kiemelkedő kapusedzők, illetve kapusmúlttal rendelkező edzők dolgoznak ebbe a stábba, és reméljük, hogy ezáltal a szövetség tud belőle profitálni, illetve a korosztályos válogatottak egyre színvonalasabb kapusok fognak a kapu előtt állni, ezáltal a bajnokság színvonala nő, és remélem, hogy majd az elkövetkező években az eredményekben is meg fog mutatkozni.